Pakvári Árpád, a Budapesti Metropolitan Egyetem dékánja a vendégünk, aki egyébként sport- és országmarketing szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Gondolom nézte tegnap a meccset. Így van, néztük. Egy ilyen eredmény általában egy jó foci eredmény. Egy ország megítélésére is hatással van? Nyilván hatással van, ráadásul ez nem általában egy jó foci eredmény volt, hanem nekünk mondjuk úgy, hogy ez egy visszatérés volt azért az elitbe, hiszen ugye 44 éve voltunk utoljára EB-n, 30 éve utoljára VB-n, és azt hiszem, hogy senki nem álmodott erről, vagy mindenki csak álmodott erről, ami megtörtént, hogy rögtön egy győzelemmel jöttünk vissza. Itt nyilván kettő lehet választani, a külső-belső megítélést, meghatásokat, mert az ország határon belül ez egy óriási történet, ez mindenkit nyilván nagyon megindít. Hogy néz ki kívülről ugyanez? Kívülről is, már akkor, amikor ugye visszakerült Magyarország, vagyis hát bekerült a 24 csapat közé, akkor voltak olyan sajtómegjelenések, nemzetközi sajtómegjelenések, hogy visszatértek a magyarok. Vagy vajon mennyire mágikusak lesznek most a magyarok. És hogyha nézzük a sajtószemlélet, akkor a legizgalmasabb az, hogy most milyen jelzőket kapcsolnak a magyarokhoz. Az egyik az, hogy bátrak voltunk, a másik az, hogy harcosak voltunk, a harmadik, hogy szenvedélyesek voltunk, jól szervezettek. Azt hiszem, ezt régen mondták már a magyar válogatottról. És ha ilyeneket mondanak a válogatottról, az mennyiben befolyásolja az országról, a társadalomról, a magyar emberekről alkotott képet? Hosszú távon hat. Ugye sok ilyennek kell azért összeadódnia. Általában egy ország imázsa az nagyon lassan változik. És egyébként rombolni sokkal könnyebb, mint építeni. De sok ilyen jó történés, jó eredmény az építheti. Ráadásul ugye a foci és általában a sport az a leginkább követett dolog a világon. Tehát a futball világbajnokság, olimpia, foci Európa bajnokság, azt mindenki nézi. És ezáltal ugye bizonyos jelzőket kapcsolhatnak az adott országhoz. Minél többet hallanak róla, annál izgalmasabb lesz az ország, és ez kihathat akár mondjuk termékek megítélésére is, hogy elkezdenek érdeklődni a magyar termékek iránt. Vannak erre nemzetközi példák? Tehát, hogy nagy foci nemzetek ebből más szempontból is gazdaságilag profitálnának? Vagy a termékeik megítélése jobb lenne azért, mert a focistáik világsztárok? Lehet ilyet mondani. Hát mondjuk Portugália megítélése, az lényegében Portugália az Ronaldót kötik, és ezáltal izgalmassá vált egy ország, ami addig sok szempontból nagyon sokan nem tudtak róla túl sokat. Ez, legyünk őszinték, általában egy országról az ember 1-2-3 dolgot tud maximum, és ha van valami erős dolog, amit hozzákötnek, legyen az egy sportoló, az nagyon jól tudja építeni az ország imázsát. De mondok egy még izgalmasabb dolgot, hogy ez hogy tudja befolyásolni. Azt szokták mondani, hogy a GDP-re is hatással tud lenni. Maga az Európa bajnokság alatt általában ez csökken, mert az emberek a meccset nézik, ahelyett, hogy dolgoznának. Viszont, hogyha jó teljesítményt nyújt egy csapat, az az egész országot elkezdi húzni, és mindenki egy kicsit jobban beleadja magát a munkába. Ráadásul ugye, amit mondtam, hogy még kívülről pedig izgalmassá is válik az ország, tehát elkezdik megnézni, hogy vajon abból az országban milyen termékek, szolgáltatások származnak, és elkezdik azt adott esetben keresni. Tehát szokott lenni, pici ez a hatás, 1% alatti, de azért ez volumenben elég komoly lehet. Tehát mondjuk a tegnap este győzelem és az ehhez kapcsolódó szép történet a nagy visszatérésről, az már egy ilyen hatást elindít, akármi történik a közeljövőben? Egy picit megindítja ezt a dolgot, de nyilván azért nagyon sok múlik azon, hogy most mi történik a következő mérkőzésekkel, de most mindenki követi az EB-t, ez egy napig biztos, hogy nagyon fontos sztori lesz, de utána is reméljük, hogy hasonló eredményekkel még inkább oda a nemzetközi médiának a látókörébe kerülünk. Most egyébként, ha lehet ilyet egyáltalán megállapítani, milyen a magyar ország imázs? Hogy lehet mérni, hogy jó vagy rossz, hogy milyen a minősége? Általában erre vannak speciális skálák, hogy mi alapján mérjük, és ezek jellemzők, hogy mennyire értenek egyet azzal az emberek, és meg szokták mérni belül is, meg kívül is. És akkor például, hogy mennyire a történelmi látnivalók országa vagyunk mi. Általában egy ország nyilván mindig pozitívabban látja magát, mint kívülről látják. Például nagyon érdekes a sportteljesítmények. Mi magyarok azt gondoljuk, hogy mi a nagy sportteljesítmények hazája vagyunk. Kívül ezt nem gondolják. Tehát ehhez sok-sok eredményt kell majd hozzátenni, és ebben segíthet. Nem egy generációs kérdés is? Tehát ha idősebbekkel találkozik az ember bárhol a világban, akkor azért még lehet hallani ilyeneket, hogy a magyar egy nagy sportnemzet, mert ők még emlékeznek nem. Nagy győzelmekre. Nem, a statisztikák alapján nem.
mindenkinek a saját országa a legizgalmasabb, és még egy kicsit bonyolítsam ezt az egészet, tehát mi gondolkodunk magunkról valahogy, mások gondolkodnak rólunk, és még azt is mérni szokták, hogy mi mit gondolunk, hogy vajon a külföld mit gondol rólunk. És ebben a tekintetben nagyon érdekes az országimás, és ez minden nemzetre igaz, de talán a magyarra különösen, hogy mi mindig azt hiszük, hogy rólunk nagyon rosszakat gondolnak. És közben ki szokott derülni ezekből a nagymintás kutatásokból, hogy ez egyáltalán nincs így. Mi valószínűleg benne van ez a negativitás is, de ez benne van más nemzeteknél is. Mit gondolnak rólunk mostanában körülbelül? Mert azért elég sokat volt Magyarország címlapokon is az elmúlt időszakban, igen, és ennek elsősorban politikai okai voltak. Szét szokták ezt választani a szakmában, vannak különböző ország dimenziók, országibás megközelítések. Ugye az egyik az a turizmus. Turisztikailag nagyon jól állunk. Tehát vannak olyan hétvégek, amikor Budapesten tényleg lényegében nem lehet szálloda szobát kapni. Aztán van az emberek megítélése. Ez is azt gondolom, hogy meglehetősen pozitív. Vagy ilyen a történelem, vagy ilyen a kultúra. És aztán szokták mérni a politikai dimenziót is, amikor külföldiek véleményt nyilvánítanak a magyar kül- és belpolitikáról, vagy akár más országéről is. Ott lehet, hogy vannak valami fajta mozgások, bármilyen irányban is. De összességében az az érdekes, hogyha egy dimenzió változik, az mennyire tudja megváltoztatni a többi dimenziót, de Amerika esetében nagyon érdekes, hogy Amerikában a politikát, különösen Obama előtt, hát nem értékelték túlzottan magasra. A rossz volt a világvélemény általában a külpolitikáról, vagy akár az amerikai belpolitikáról már, amennyire egy külföldi meg tudja ítélni, de más dimenziók mentén, például a kulturális termékek, modern kulturális termékek, vagy természeti látnivalók, nagyon jó volt a vélemény az országról. Tehát, hogyha gyorsan összefoglaljuk, a fociba tett befektetés, az a magyar márkába, a Magyarország imázsba is egy fajta befektetés, tehát figyeljük, hogy mi történik a továbbiakban az EB-n, és ez valószínűleg Magyarországnak is jó lesz. Mi a helyzet az egyes játékosokkal, a magyar csapattal, az ő értékük, igen, márka értékük, hogyan menetelhet fel? Ugye ez azért nagyon izgalmas, mert a 24 csapat közül statisztikák szerint a mi csapatunknak a legalacsonyabb az értékösszege. Tehát erre vannak ilyen statisztikák nemzetközi weboldalak, amik mérik, hogy hány euró, 100 000 euró, millió euró az adott játékos értéke. Na most nagyjából elmondható, hogy 4 magyar csapat egyenlő egy Ronaldóval. De a fociban ez a szép, pontosan, hogy ha ez csapatjáték, és ha jól játszanak, akkor ugye szép eredményeket érnek el, és ez rögtön növelheti az értékét is az egyes játékosoknak. És önmagában az egyébként, hogy kin vagyunk egy világeseményen, ugye Zsuzsák Balázs rendszeresen elmondta ezt, hogy neki ez hátrányt jelentett a karrierjébe, hogy akárhova akart igazolni, mindig megkérdezték, hogy oké, magyar, láthattuk őt EB-n vagy VB-n? És hát az volt a válasz, hogy nem. És most ez egy jó lehetőség, tehát önmagában az, ha valaki válogatott lesz, az nagyon emel az értéken, az pedig, ha valaki EB-n van, ráadásul ott még jól is játszik, az megint tudja emelni az értéket. Tehát én azt gondolom, hogy most a magyar futballisták értéke az komolyat fog emelkedni, legalábbis akik az EB-n játszanak, de talán azoké is, akik mondjuk még itthon játszanak. De milyen szinten lehet márkát, személyes márkát építeni a fociban, azt azért mindenki látta, ön könyvet is írt erről David Beckham esetében. Igen. Ezek az eszközök most a magyar válogatottnak mennyire állnak majd rendelkezésére? A rendelkezésére állnak, de azért ebben, és ha már országimásnál vagyunk, bizonyos nemzetek előnyt élveznek. Tehát nyilván egy Beckhamnek önmagában az, hogy Anglia, Nagy-Britannia az egy komoly háttért jelentett, de láttuk, hogy egy portugál esetében is fel tudott épülni egy komoly márka. A leges-legelső az azért a futballtudás. Tehát, hogy egy olyan brilliáns képességű, nagyon jó játékos legyen az illető, és minden más az ezután jön. Ugye szokták kritikával illetni a focistákat, és most nem a válogatottról beszélek, hanem mondjuk a tizenévesekről, hogy először a külsőségekre mennek rá, és mondjuk a hajukra, a tetoválásra, egyebekre, és elfeledkeznek arról, hogy a kiinduló pont az az, hogy ő egy jó játékos legyen, és fejlessze magát, ott maradjon edzés után, menjen előbb, gyakoroljon. De azért a Beckham sztori tanulsága nem az, hogy ez tényleg csak a kezdet, és ezen ki.
És ezen kívül még nagyon sok minden van. Hát ezen kívül nagyon sok minden van, kell hozzá profi menedzsment, de ebben egyre jobban állnak azért a magyar játékosok. Azt gondolom, kell hozzá profi marketing, kell hozzá egy profi sajtós is, aki megtanítja őket jól nyilatkozni. Általában ugye tudjuk, hogy futballistáknál, de edzőknél se szokott ez könnyen menni, tehát erre tényleg szükség van tréningekre, hogy ő hogyan és miként nyilatkozzon milyen események kapcsán, vagy akár a Facebook oldalára mit írjon ki. Mi az, ami a szurkolókon múlik most itt az EB alatt, hogy a magyar szurkolók milyen képet mutatnak? A magyar szurkolóknak alapjában véve ez egyrészt megint egy lehetőség, nem csak a csapatnak, hanem a szurkolóknak is, hogy megmutassák, hogy mennyire tudunk szurkolni. Tehát önmagában például az, hogy a stadionon belül melyik szurkolótábornak erősebb a hangja. Szerintem ebben nagyon jók lesznek a magyarok, vagy vannak izgalmasabb rigmusai, vagy van koreográfia, amit meg tudnak mutatni ugye a nézőtéren. Illetve azért ezen kívül fontos, hogy miként viselkednek a stadionon kívül, tehát hogy barátságosak, jól viselkednek, de ugyanakkor fegyelmezettek, határozottak. Ezt a képet kell most mutatni, és azt hiszem, hogy ebben jók is lesznek a szurkolók. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Köszönöm.